köszönöm mindenkinek, nagyon köszönöm. Mindenkinek megköszönte a támogatását és a munkáját Szemerej Népataki Klaudia, Kecskemét újraválasztott polgármestere. 50,21%-kal nyerte meg az önkormányzati választást a városvezető, míg Lejer Zoltán, a Szövetség a Hírosvárosért Egyesület jelöltje 37%-ot ért el. A Fidesz-KDNP a hagyományok szerint a kecskeméti református konviktusban várta az eredményeket. Gratulálok az ellenzéki összefogásnak is, hiszen őnekik is azért nagyon szép eredményeket értek el az egyéni képviselői területeken, úgyhogy sok sikert kívánok nekik a munkájukba, lesz mit, hiszen az egyéni választókerületekben látható, hogy azért szépen vannak elvárások, és vannak a polgárok irányából olyan feladataink, amelyeket még mindig félúton járunk ezen. De szerencsére Kecskemét azért megőrizte a stabil többségét, Kecskeméten a Fidesz-KDNP győzött ismételten, és köszönöm ezt a kecskeméti keresztény polgári értékrendű kecskeméti polgárainknak, akik úgy gondolták, hogy továbbra is a bizalmat, azt a Fidesz-KDNP városvezetés irányának adták támogatásul. A Szövetség a Hírosvárosért Egyesület tagjai az Univerzitásszékházban várták az eredményeket. Lejer Zoltán polgármesterjelölt is értékelt. A Szövetség a Hírosvárosért az nem egy választási szövetség, 5 évre szerződtünk, tehát mi 5 évre fogunk beülni, 5 évig közös munkát fogunk végezni minden egyes képviselővel. Az idei önkormányzati választások 14 választókerületben zajlottak Kecskeméten. A Fidesz-KDNP jelöltjei a következő választókerületeket nyerték meg. Dr. Papp Zoltán a 2-es választókerületben 45,75%, a 3-asban Nemcsik Mátyás 48,12%, a 9-esben Szeberényi Gyula Tamás 54,52%, a 10-es választókerületben Pászti András 63,78%, a 11-esben Lévai Jánosné 51%, a 12-es választókerületben Sipos László 55,91%, a 13-asban Levicki Ciril 46,61%, a 14-es választókerületben pedig dr. Fekete Gábor 52,41%-ot kapott. A Szövetség a Hírosvárosért Egyesület nyertesei a következők. Az 1-es választókerületben Bodrozsán Alexandra 46,4%-ot, a 4-esben Szőkéné Kopping Rita 52,51%-ot, az 5-ösben Józsa Bálint 52,83%-ot, a 6-os választókerületben Dobos József 55,52%-ot, a 7-esben dr. Tóth Szilárd 49,2%-ot, a 8-as választókerületben pedig Király József 49,2%-ot kapott. A kompenzációs listán a Fidesz-KDNP színeiben 3 képviselő és a Szövetség a Hírosvárosért Egyesület részéről is 3 képviselő jutott be a közgyűlésbe. Tehát a polgármester mellett összesen 11 fideszes és 9 ellenzéki politikus jutott be a kecskeméti képviselőtestületbe. A választásokkal és az eredményekkel bővebben a Kiemelő című magazin műsorunkban foglalkozunk.